Szép napot kívánok mindenkinek tisztelettel. Szeretném itt a Facebook közösséget köszönteni. Azon kívül a YouTube-os közönséget is, és azokat, akik csúnyát írnak és kampányolnak az erkölcsöm és az életem fenyegetései, amik ott is megtörténnek, nagyon csúnya dolgok. Kérem őket, hogy fejezzék be. Ha ezt nem teszik meg mai napon, hogy kezdik lefelé húzni a Balogh Lajosnak a fenyegetői lejáratási kampányos megnyilvánulásukat, pluszba még annak a, hogy is mondjam, agresszív nőnek, hogy pszichopata, meg ilyeneket kiabált a lányomnak, mert a szájára vették a családom, a gyerekeimet, és már mindenkit. Szeretném elkerülni azt, ami megtörtént Érden, hogy a két csapat összecsapott, és ártatlan emberek lettek áldozatok. Ezt most már komolyan mondom. Elég volt belőletek. Mai napon megteszem a feljelentést a Budapest Európa Televízió ellen is. Balogh Lajos ellened is. És mindazok ellen, akik engem bántottak és sértettek, valaha is fenyegettek. Elég volt. Beüzenem nektek az, hogy beindultam a bíróság és a rendőrség felé. Elég volt, hogy az én becsületemet kampányszerűen rongálod, Balogh Lajos. Te hivatkozol a lányaidra? Bokszolnak ez, meg az, meg a maz. Hát ne tudd meg, hogy az én nagylányom, hogy mit csinál meg a kisebbik is. Fejezzétek be, mert ott vannak a vejeim, ott vannak a rokonságaim, és még ott vannak a többi rajongóim is. Balogh Lajos, felszólítalak, hogy az összes videót, amit te kitettél, azonnal távolítsad le. Azon kívül én azokat lementettem. Külön videóra. A törvény téged el fog ítélni. Továbbiakban nem engedem azt, hogy bárki is a szájára vegyen engem. Eddig hülyültünk. Azt hittem, hogy viccelünk. El voltunk. Unatkoztunk. De az még nem jelenti azt, hogy engem meg kellett, hogy támadtassál engemet. Mert ezek mind a te ismerőseid, akik engem bejelöltek, és akik engem bántalmaznak azóta is. Éjjel hívnak, 5 órakor hajnalban, stb. Be kell fejeznetek. Egyúttal megteszem Varga Irén helyett is a feljelentést. Mert amit tényleg a TikTokon folyik, ez már nem jó. Miért is teszem meg? Mert ő miatta lett az egész nagy baj. Mert ő bemenekült az én műsoromba, bejött, előre meg feltervezett, megtervezett szándékkal beküldték rám. És aztán kezdődött az, hogy Riposz magazin lejáratott, őket is feljelentem. Természetes dolog, hogy rendet teszek. Mert szeretnék egy egyenes szép úton menni tovább az életem felé. Nekem is van életem. Nincs olyan, hogy te Balogh Lajos engem mindenfajta kurvának mindennek lehordasz. Mert hogy te tudod, hogy én hol dolgoztam, és akkor mi van, akárhol is dolgoztam, neked az semmi között nincsen. Mert tudom bizonyítani, hogy nem kurvaként dolgoztam le az életemet, jó? Szégyeljed azt a rohadt bütös pocskos pofádat. Miskolci, Olszt! Jaj, hát ismerünk titeket. De nagyon keményen ám. Nekem is vannak ott a rokonaim, figyelj. De nagyon magadra. Nem vagy te senki. Te egy nulladik ember vagy, érted? Egy nulla zenész, a cigányok zenészének a legnagyobb szégyene. Ne akard azt, hogy harc legyen, mert te mész ki belőle. Minuszba. Mert én minuszba baszom az életedet. Elég volt a mocskos pofádból, amit tőled tanultam a csúnya beszédekből. Mert te engem már mindenek lehordtál. Ha nekem te a stricim lettél volna, még akkor sem lenne hozzájogod, te mocskos!
Te rohadék, ivadék, szemétláda ember! Én nem nyúltam a gyerekeidhez, nem oltam le a lányodat semminek. Te mire felholtad le az én kislányomat, amikor ő hűen és szépen előadta, pedig én úgy szerettelek? Betetted a te dalodat a Mercivel? Hát hova jöhet már Merci hangja az én lányomhoz te? Akárhogy is szerepelt, vagy akárhogy is gúnyolják őt, annó, mikor kivágták a hangját neki 7-es oktávra, a lába nyomába nem jöhet. Egyik se. Megértetted? Annak viszont olyan párja van, hogy a családjáé mindent megtesz. Ebben a szóban minden benne van, Banók Lajos. Tudod, elvittél egy pszichopata nőt, megszöktetted az urától. Remélem, ha ők majd adnak neked, tudod, még a pszichopata nő is, mert az tényleg egy pszichopata, és meg akart engem erőszakolni. Elkapta a barkaromat, és mint egy pszichopata jött nekem, érted? Te nem ijedtem meg tőle, meg nem is fogok megijedni. Micsoda dolog az, hogy azt üzeni nekem, hogy szívószálból fogom szívni az ételt? Lehetséges, hogy te fogod. Lehetséges, hogy te fogod. Tudod mi az, hogy százár? Megkaphatod! Te is, meg ő is! Hogy engem ti tegnap ilyen jöttök ti élő videóba, és a nő ottan dohányzik. A szeme meg ilyen három felé áll neki, vagy négy felé. Na, örökre nagy kálóba fog lenni. Ezt én megígérem neked, apám. Hogy te nem leszel boldog soha büdös életedben, mert engem nem érdekel, kit szedtél össze. Én éppen tegnap este olyan videót csináltam, hogy még mindig jobb nálad, mint annál másik embernél. Mert gyógyszerezik a nő. Gyógyszerfüggő, alkoholfüggő, és ki tudja, hogy mi volt, mi lesz, vagy hogy volt, ehhez már semmi közöm nincsen. Kikérem magamnak, én az anyját nem bántottam. Azt mondtam, hogy egy suttogó, hangú hölgyel beszéltem. Szerintem, ebben én nem követtem el semmi hibát. És ez így is van, nincs hangja a nőnek. Hogy aztán mivel műtötték, mivel nem műtötték, az az ő dolga. Te neked nincs jogod, hogy te pakolod magadat, és akkor végig-végig Pikács violettázol. Nincs jogod ehhez. Igenis, nekem a Violetta a művész nevem. Hiába, hogy nincsen anyakönyvesztetve, el fogja fogadni a rendőrség is, meg a bíróság is. Nem beszélve arról, hogy te mit csináltál Lakatos Ibolyával. Hány darab áll Facebookot csináltál te a Lindával? Mert a Linda csinálta az áll Facebookokat, és a Linda szokott ilyen csúnyán beszélni, nem én. Gondolom, hogy ő vágott össze mindent, mert a pszichopata állapotába összekavarta az életet a túlvilági életekkel. Meg ki tudja, merre képzelte magát, attól a 20 Rivotriltól, meg a 2 liter pálinkától naponta. És akkor csak az államnak kerül pénzébe, mert rohadva mentő érte, meg viszik be, meg gyógykezelik, meg mit tudom, mit csinálják utána, meg hazaengedik. Mert annyira raffinált nő, amikor már kihozzanodik, akkor tudja, hogy mit kell csinálni, mit kell mondani. Még egy olyan nő fenyegeti meg az én gyerekemet? Ho-ho-ho, álljunk már le! Nagyon beférkőzött a társaságomban, mindent megtudott rólam, itt volt a nő nálam. Még azt állítja, hogy itt nincs fürdőszoba, nincsen WC, de van. Te pedig, Banók Lajos, elkezdted mondani, hogy a konyha közepére végzem a dolgomat, meg ilyeneket beszéltél, te szemétláda. Sokan írták azt, hogy 8 éves korukban, meg ilyesmi, mert nekem is, én is 8 éves voltam, mikor meg lett az új házunk, és abba fürdőszoba és toalett is volt. Addig a kertbe jártunk mi is, a pöcegödörbe, tudod? És az nem szégyen, hogyha kellett, akkor vödörbe végeztük el az életünket kicsiként, mert édesapám nem engedte meg azt, hogy menjünk le az alsó telekre a pöcegödörhöz, akármizni. Te szemétláda. De valahogy vajon hol nevelkedtél fel? Ki nevelt tégedet fel? Ki adta neked ezt az undorító viselkedést? Gondolom a családodból hoztad. Így ezáltal a tisztelt családodat is lejárattad, akik úri emberek.
Te hivatkoztál arra, hogy a szomszédomna az neked a rokonod? Hát tudod mit, az is szégyen téged, elmondom neked, már nem él Isten nyugtassa. De amikor én kihívtam, hogy te ott vagy, utána ne tudd meg, hogy mit csinált velem. Hogy nem kellett volna, hogy szóljak neked, mert gyűlöl és utál téged, mint a szart. Annak a feleségét is el akartad vinni magadhoz. Te neked nem számít, hogy ki a rokon, ki nem. Ki a kollega, ki nem, mindenkin átgázolsz. Szégyeld magad. Azt, hogy te elveszítetted a lakásodat. Meg, hogy te felnevelted a gyerekeidet, mert sajnos a feleséged elhunyt, Isten nyugtassa. Az még nem jelenti azt, hogy neked ennyire szemétládának kell legyél. Ennyire mocskosnak. Te nem vagy zenész, mutattál egy ilyen régi szakszervezeti könyvet, vagy egy regisztrációs könyvet. A regisztrációt tudod, mikor szoktuk megkapni? Ha ideglenesen mentünk valamelyik étterembe dolgozni, mert joga volt a tulajdonosnak alkalmazni. Most is ugyanaz a rendszer, ha én elmegyek egy étterembe dolgozni, és nekem nincsen mondjuk meg a zenei tanulmányaimról a vizsga, de tudok azért énekelni, vagy hegedülni, vagy zongorázni, vagy bármi, ha a tulajdonos, és az a diszkós, az a valaki, hát ebbe benne van minden, ha ő engem alkalmaz, akkor ő alkalmaz, és akkor adta ki annó a Kaleidoszkóp, illetve a szórakoztatói ipar OSK. OSK volt először, és utána váltott Kaleidoszkópra. Látod, én tudom. Én már 18 éves koromban ott voltam, és Vörös Sári néni tanított énekelni. Hallod? Vörös Sári néni! Te mocskos! Aljas tróger! Hogy te engem mindennek elhordasz! Szemétláda, a kampányaidat, amit te elindítottál ellenem, na szépen törüljed lefele. Húzassad lefele a videókat. De attól függetlenül a feljelentést megteszem. Majd szemtől szembe a rendőrségen, meg majd a bíróságon is megmondhatod azt, hogy mit csináltál velem 3 éve. 3 éve folyik ez a harc, ugye? Nem én harcolok veled. Én már többször megmondtam neked, hogy jó, kezdjük akkor együtt. Átadtam a rengeteg fellépőt neked. Soha nem csináltál semmit. El sem mentek a fellépők, mert úgy kezdted, hogy menjen leveled. Székesfehérvárra fizessen ki. 100 000-et, vagy 200 000-et, vagy 300 000-et neked. Lehúzni akartad a fellépőimet. Ez nagyon kemény dolog, amit te csináltál. És az összes csalásodé, és mindenért felelni fogsz. A 8 év alatti közreműködésed a Budapest TV-nél, vagy 10 év, arról is papírokat kell, hogy bizonyítsál, hogy volt a szerződésed. Mert én tudok bizonyítani. Mert nekem volt, igen. Itt van a kezemben, 5 hónapos szerződés volt. Ennyi. Te azért küldted le ide a Lindát, vagy azért próbálkoztatok, hogy ide jártok, ez meg az meg amaz, mert én ugye találkoztam egy-két olyan rajongómmal, hogy esetleg ellopjátok azt a szerződést tőlem, mert esetleg un franco. Hát na is. Én belettem csapva. Én ezt ki tudom magyarázni akkor a rendőrségen, és a bíróságon is. Ennyi. Eléggé keményen megdolgoztam én 5 hónapig. Ott a tévénél. És elég keményen az én műsoraimat szétvagdostattátok. És ide-oda-amoda adtátok el. Vajon ki? Te? Vagy a doktor Brody Péter csinálta? Ki? Majd gondolom, hogy a nyomozók kinyomozzák. Gondolom én ezt. Eléggé jó. Olyan csapat jött be nekem a legutolsó műsoromba, akit te küldtél rám egy gyereket, azt tuti. Nem mondom ki a nevét, de a Varga Irént, azt valaki rám küldte a műsorba. És ott kezdődött az egész szemétség ellenem. És a sötét lovagok itt a Facebookon csoportokba dobtak be, és mindennek lehordtak engemet. Ez is a te műved volt. Mert te mondtad nekik, hogy én ez voltam, az voltam, amaz voltam, és biztattad rám őket.
Nem beszélve arról, hogy a Facebookomat tiltattad 3 éve. Támadtál engemet a Tinával is. Most meg támadsz ezzel a nővel együtt. Hirdeted magadat a nővel együtt. Csütörtökön megyünk diritálézni. Pikács Violetta nélkül. A te az én nevemet nem fogod felhasználni. Sem a Beájét, sem a Káolaciét. Egyikét sem. Vége neked a karrierednek, apám. Te szemétláda. Az én ismerőseimet kellett neked ellenem huszítani? Ott mondod az ének a csajnak, hogy ez kurva volt. Jaj, ez az éjszakában dolgozott kurva volt. Kurvának mondod? Mert az a nő világéletében kurva volt. Na. Ha nem pénzét csinálta, akkor meg ingyen. Az is kurva, aki ingyen össze-vissza dug. Szerintem. Ingyen dobálja a testét ide-oda. Ennyi erről. És most olyan hirtelen elkezdtetek engemet támadni? Azért nem megyek férhez. El kellett az én életemet csaprod? Mindenek lehordani, te szemétláda. Se egy munkahelyem ne legyen, se egy párom ne legyen, semmi. Ki vagy te? Törvényszék basszájba, Banók Lajos magadat. Hogy te még a kislányomat is belevetted ebbe? És amikor meg hirdette, az hogy ő körmös lett, és stb. Dolgozott te szemét. Oda írta ez a Linda, mert tudja, hogy a Linda írta oda a mocskos szövegeit. Mert itt már egy éve már összeszövetkeztetek. Aha. Hát én ezt honnan tudtam? Én azt hittem, hogy egy normális nő. Két gyereke van, mindig erre hivatkozott. Itt volt, én nekem itt van a párom, aki nekem tanul arra, hogy a nő mennyire be volt rúgva, és be volt amiatthoz álladva, és állandóan ivott volna a szeszt. És kiabált, hogy aludjak én mellette, meg hagyj fogdosson engemet. Nem engedem meg fogdosni magamat egy nőnek. De még a gyerekemet eltűröm, még a 40 éves lányomat is, hogy mellettem aludjon. Mert átölelem, mert a gyerekem. Ő nekem nem a gyerekem, és nekem ő senkim. Ez pszichopata, agressziós, alkoholista nő. Ez az igazság. És te lehordtál mindenkit, mindennek. Lehordtál mindenkit. Az én ismerőseimet. Oda dobtad Lakatos Ibolyához az ismerőseimet. A legértékesebb nőket, barátnőimet, rajongóimat. És vele együtt elkezdhetek engem szidalmazni, Lakatos Ibolya is megtette. Ugyanúgy megtette a fenyegetést, ugyanúgy megtette a telefonon a fenyegetéseit, és mindenhogyan. Hát mit képzelsz te magadról? Az, hogy én ott elkezdtem egy műsort, valaki felkért rá. És annak teljesítettem a vágyát. Nem másnak, mint Heinik Bea és Káolacinak. És Ibike Blúnak. Jó, Heinik Bea már nincs ott, Ibike Blú már nincs ott, de ti már most már a Heinik Beát is a szátokra veszitek. Az, hogy a műsor alatt bárki elkezdett privátba ott hangosan ordítani, rá kellett, hogy szóljak, hogy hallgasson el, mert ott körülbelül még van pluszban 10 mikrofon. Ha nincs is mikrofon a kezedben, akkor is hallják, hogy mit mondasz. És titkos kamerák is vannak ott, tudod? És én még nagyon rendes nő voltam. Nem voltam annyira szigorú. Pontosan, hogy én voltam a főnök, a Tiridári mulatosónak. Nem te. Nem a Mercikét. Nem ti kaptátok meg a szerződési jogot, hanem én. A Lacival. Na. Majd most elveszem a Rómeóval is a kapcsolatot. Mert a Rómeó az én kislányomnak írta azt a dalt. Jó, írt egy dalt. Felénekelte, ő is felénekelte. Utána ugye a Meci is, te is. És még több ember is. Gratulálok mindegyiknek. A Lakatos Laci is felénekelte. De hogy te azt benyomod, hogy sokkal jobban énekeltétek el, mint az én lányom, és mindenek lehordtad a lányomat.
Szégyeld magadat! Van te neked apai ösztönöd, te szemétláda? Nincsen. Mert nekem van anyai ösztönöm, hogy én a gyerekemé harcba indulok veled, apám, és itt tettél parasat a tűzre. És fellocsoltad, tudod? Lángol. És most feljelentelek, Banókos, minden egyes tettedért. És mindegyik ötöket, akik a YouTube-on kommentálnak, összevágták a hangjaimat, úgy tettétek ki, szégyeljétek magatokat. Most eljön a gyümölcse, mentek a börtönbe, mindahányan vagytok. Megkérni fogom a börtönbüntetéseket, pluszba még a kártérítéseket. Ezt szeretném mondani. Remélem, megkapod ezt az üzenetet, Banók Lajos. Mi van? Mit kértél te? Hogy én ne lájvozzak, te büdös, mocskos disznó. Te engem nem fogsz eltüntetni a Facebookról, meg sehonnan. Te rohadék, pitiánert, csaló ember. Hol vagy te már tanár, meg zene, meg zongoratanár? Egy zongora művet nem tudsz lejátszani. Semmit. A zenészek szégyene vagy, és énekelni se tudsz. Hiába van meg benned az a kanibáci romavér. Nem tudsz énekelni. Gyűlölöd a romadalt. Gyűlölöd a cigányokat. Hát mi vagy te? Mi vagy te? Te mocskos. Te nem jöttél el a falunapra, ahova én elmentem a roma napokra. Fellépni meg zsűrinek. Becsaptad őket. Zömében. Egyszer jöttél el, akkor is azért, hogy ott pakoljad magadat, mert ott volt Rafael Gyula is. Ő pedig nagyon szeretett engem, és tudod, mit én voltam a zsűri. Egy asztalnál vele, nem te. Te mocskos. És én voltam, igenis, az elnök. Mi az, hogy milyen elnök voltam? Elnök voltam, képzeld el. Na, fáj neked? Hú, kösd be, apám. Te értelmi szinted, neked semmit nincs. Csak az, hogy mocskos szavakkal jössz élő videóba, és engem mocskolsz. Úgyhogy ezt jegyezd meg. Itt van vége ennek a történetnek, és most pedig feljelentelek minnyájatokat, a youtubereket, a Pikács Violett, a Depublikátortól kezdve, mindenkit. Soha többé nem meritek ezt megtenni. Viszontlátással, tisztelt Facebookosok, akik ezt hallottátok, megy Banók Lajosnak üzenetbe ez. Köszönöm szépen, sziasztok. Elég volt, megteszem a feljelentést.